Sziasztok! Kinnyel fogtátok, hogy beszéljek a magyar elnökség kezdetéről. Elsősorban te, Betty, nagyon kedvesen, egyébként is köszönöm. És miért is ne, végül is belefér, bár az az igazság, hogy burkoltan én beszéltem erről, hiszen az elmúlt napoknak a videói, és az a tény, hogy a Fekete Hold Lilit jegyet váltott és belépett a mérlegbe. Én ott azért burkoltan elég sok mindent elmeséltem nektek, hogy a következő 9 hónapban ez egy meghatározó dolog lesz, ugye beszéltem a Neptunusztok, a megakadt helyzetéről, stb. Egy csomó mindenről. De akkor nézzük meg valóban ezt a magyar elnökséget, és most jön egy életveszélyes grigaféle fenyegetés. Kedves fiatal vagy öreg barátom, hogyha te még mindig azt hiszed, hogy oldalak vannak, vannak a jobb oldal, a nácik, meg a bal oldal, a kommunisták, akkor most kapcsolj el, légy szíves, mert nincsenek oldalak, mert vannak a globalisták, akik egy világkormányt akarnak, és vannak a szuverenisták, akik szeretnék megőrizni a saját népüknek a gyökereit. Én az utóbbihoz tartozom, leszarom az összes szabad, itt csúnyán beszélni szabad, mert az én csatornám, és úgy beszélek, ahogy akarok. Totálisan letojom, hogy te mit gondolsz. Százszor elmondtam, hogy a videóim és az asztrológiám a világnézetemmel együtt eladó csak. Nem kell engem nézni feltétlenül, de kötekedni meg nem fogom hagyni. Most jutottam el egyébként a türelmem végéhez, és ez a TikToknak köszönhető, mert annyi elmebeteg, idióta, kretén barom, aki ott megnyilvánul, az a helyesírás, ahogy leírnak magyar szavakat, ahogy nem tagolnak mondatokat, ahogy nem ragoznak. Tehát az a totál sötét butaság, tényleg azon gondolkodom, hogy abba hagyom, csak az a helyzet, hogy viszont így eljutok a fiatalabbakhoz is, akik meg nem YouTube-ot néznek, hanem TikTokot, és én kedvelem a fiatalokat, és azt szeretném, ha hathatnék rájuk, igen, a világnézetemmel, igen, az asztrológiámmal, a kettő együtt ugyanis eladó. Na nézzük, hogy mi történik. És egyébként meg, ha tetszik, akkor létszik, tehát csatlakozz hozzánk, iratkozz fel a csatornára, nyomd meg azt a csillingelő gombot, ugye azt a harangot, és akkor kapni fogod az értesüléseket. 2-3-4 naponta azért kiszoktam rakni dolgokat, és ha pedig tényleg igazán érdekel, akkor pedig létszik, gyere el a suliba, és minél több az interakció egyébként a videók alatt, állítólag az algoritmus annál többször felszippantja, és annál többször kiajánlja. Ez nagyon érdekes, mert teljesen változó. Na nézzük meg a téridő pillanatot, ugye az lett a magyar elnökségnek a jelszava, hogy make Europe great again. Tehát egyik nagy Európát, és következő a helyzet, ha érdekel benneteket Tucker Carlson, ugye az a bizonyos amerikai riporter, a Fox News-nak volt az egyik sztár riporter, és aztán rövid időben belül kirúgták, és most önjáró lett, és például most Ausztráliában utazgat, elképesztő előadásai vannak, ha tudtok angolul, menjetek és nézzétek meg, és nagyon-nagyon fontos gondolatai vannak, ő ugye kereszténynek vallja magát, és azt mondja, hogy azok az országok lettek naggyá, akik a keresztény vallást elfogadták, ugyanis mindez, amit a liberálisok most harsognak, hogy mindenben egyenlő, az ott van a Bibliában, Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és csak Isten veheti el azt a jogot, hogy egyenlőek vagyunk. De ez nem azt jelenti, hogy egyenlő sorsot kell élnünk, vagy teljesen mindenben egyenlősdit kell kapnunk, mert azt meg a kommunisták találták ki, nem véletlenül egyébként, hogyan lehet valakit a másikkal egyenlővé tenni, ha mindenét elveszed. Ha semmit nincs, akkor egyenlő leszel a másikkal, akinek szintén semmilyen nincs. Na ez az, amit a globalisták bekészítettek nekünk, és ez az, amiért foggal körömmel harcolnunk kell, hogy ez ne történjen meg. És általában ők nyernek, tehát általában a háttérhatalom nyer. Az egyetlen esélyünk az, hogy a háttérhatalom rájön, hogy egy globális ilyen diktatúrát föntartani kurva sokba kerül, sokkal egyszerűbb békén hagyni az embereket, mert akkor ők majd termelnek, ők akkor majd dolgoznak, gyarapodnak, és a jóléttel emelik a dolgokat. Ez nagyon érdekes, mert például a gazdaság is akkor pörög, ha az emberek fogyasztanak. És néha ezt elő fogyasztanak, ezt azért tegyük hozzá, de egy olyan társadalom, ahol nem fogyasztanak, az leáll. Tehát nagyon érdekes lesz látni a következő időszakot, de koncentráljunk a magyar elnökségre. Tehát 2024. július 1-én 0 óra 00 perckor Budapest a ti idő szerint átvettük az EU elnökséget, és igen, nagyjá kéne tenni Európát ismét. Ez pedig ugye mit ígért az EU? Jólétet, szabadságot és békét. Na most ezek közül gyakorlatilag semmi nincsen a mai világban. Jólét nincs, mert elvették, mert gyakorlatilag elszegényítették a középosztályt. Szabadság nincs, hiszen nem ugathatsz azt, amit akarsz, börtönbe visznek. Konkrétan Facebookon teszel egy olyan megjegyzést, akkor bepörtönöznek Németországban. Hát, jó, hogy hívják, béke pedig pláne nincsen, mert szítják ezt a háborút minden fronton. Na nézzük meg a téridő pillanatot, mert rendkívül érdekes.
Először is koncentráljunk a Lilithre, a fekete hold Lilithre, ami ekkor már ugye a mérleg nulladik fokán van, és együtt áll a Vertexel, tehát mutatja azt, hogy ez a tétdő pillanat bizony azzal kezdődik, hogy ott van a háború, Descendens, ugye a nyílt ellenségek pontja, a párkapcsolatok pontja is, de most itt a nagy képet nézzük. Ott van a fekete hold Lilith, aki tudja, hogy mit akar, bátor, becsületes, tisztességes és tisztán is lát, de a Vertex, igaz, nem abban a jegyben, de mégiscsak azt mutatja meg, hogy most a Descendens, tehát ebben a fél évben, most mondom a rossz hírt, ebben a fél évben bármilyen törekvés lesz, azért ez valamennyire folytatódni fog ez a háború, ugyanis az irányíthatatlan folyamatok az ellenség kezében vannak, viszont a fekete hold Lilith azáltal, hogy a mérleg nulladik fokán van, a deszcendens és a vertex pedig még a szűzben, kiszabadul ebből, tehát mégiscsak a bátor becsületes helytállás tud hozni valamilyen változást. Az aszcendensre koncentrálj most, és a következő a helyzet. Rákérdeztetek, valamelyiktek rákérdezett, és nagyon érdekes kérdés volt, és most szólok, hogy egy, nem vagyok hajlandó személyes kérdésekre válaszolni, személyes állásokra. Felejtsétek el, 16 ezeren vagytok, csak nem képzelitek, hogy mindenki megírja, hogy ő neki milyen van, ne szórakozzatok már. Ha viszont értelmes kérdést tesztek fel, azt egyrészt megválaszolom szívesen, másrészt nagyon szívesen utalok rá a következő videóban, most is ez történik. Ugyanis azt kérdezte az illető, hogy ő azt tanulta, hogy a jegyek legvégén lévő bolygók azok gyengék, és én mégis azt mondom, hogy ez a Neptunusz, ez erős, hát ez benne az érdekes. És ettől nagyon izgalmas az asztrológia, hogy egyrészt itt három dologra kell gondolni, és van egy negyedik, ami a budapesti képletre érvényes. Először is valóban a jegyek legvégén van a Neptunusz, ami azt jelenti, a saját jegyében, tehát kezdjük előről, saját jegyében van, ahol minden bolygó a legerősebb. Igen ám, de 29 fok 55-ön ugye anoretikus, megrekedt, és nem tud tovább haladni az ideológiában, és akkor itt jön egy közbevetés, hogy képzeljétek el, hogy ugye a múltkor mondtam, hogy szerintem a boszorkány perek idején is biztos, hogy halak Neptunusz volt. Hát igen, halak Neptunusz volt. Tehát ugyanaz az ideológiai boszorkányüldözés folyik most is, tehát döbbenet. Tehát tényleg azért a történelem valamennyire ismétli önmagát, és nem tanulunk belőle. A harmadik dolog, amire itt a Neptunusznál figyelni kell, az, hogy stacionáris. Az megint baromira megerősíti. Miben? Ugye egyrészt a feltétel nélküli szeretetben kéne megerősítenie bennünket, a transzcendens élményben, a transzcendenciában, ami ugye túlmutat az emberin és az isteni felé törekszik, mindenféle okkult, ezoterikus dologban, a tisztánlátásban és az elfogadásban, ez mind a Neptunuszhoz kötődik, és amikor stacionális, akkor van egy tiszta pillanatunk 2 napig, amikor mindezt megérthetjük, megláthatjuk, megtapasztalhatjuk. És ráadásul ugye a negyedik, ami itt történik, az az, hogy felkelőben van ez a Neptunusz a budapesti képletben, tehát azt, hogy megvan ugyan rekedve, de saját jegyében van, és stacionális, állni látszik, tehát nagyon erős, az mind azt mutatja, hogy mi használhatjuk ezt fel. Tehát nagyon-nagyon érdekes a téridő, tényleg nagyon érdekes. A Keiron-Eris konjunkció az erősödik, tehát szorosodik, valamikor augusztusban lesz a teljes pontos konjunkció, és utána még kétszer, tehát oda-vissza fog mászkálni a Keiron ezen a fokon, ugye az Eris meg olyan baromi lassú, hogy nem megy sehova, majd a Marsra külön kitérünk, mert ugye a Mars a háborút is, és ez volt a konkrét kérdés, hogy vajon ez a, hogy mondok-e valamit a háborúval kapcsolatban ezelőtt az elnökség alatt, úgyhogy azért térünk ki. A sötét hold Lilith éppen együtt áll az Uránusszal, ugye a robbanásszerű változások égitestjével, és majd a sötét hold körülbelül 2 nap múlva együtt fog állni a Szednával, a szétdarabolódás általi teremtés kentaurjával, ilyen értelemben pedig összefogja ezt a két viszonylag lassú, hát az Uránusz az 84 év alatt kerüli meg a napot, a Szedna viszont 11.500 év alatt, tehát gondolhatjátok, hogy hát elég lassú, hogy úgy mondjam. Na, ezek tehát a budapesti képletnek a fénypontjai, vagy hát a legfontosabb dolgai, és akkor nézzük meg, mert van egy komplex fényszög képünk, méghozzá olyan 27, 20, 26 és 29 fok között, és aztán van, ami beletartozik, tulajdonképpen mindegyik beletartozik, a Neptun lóg egy kicsit ki, de azt megott hagytam az aszcendensen, pont azért, hogy lássuk, hogy azért az aszcendens vagy az MC közeli égitestek azok mindig nagyon meghatározóak. Meg tényleg az van, hogy arra gondoljatok, hogy ez egy nagyon komplex Neptunusz. Tehát meg is van rekedve, saját jegyében is van, stacionálisát nagyon erős, és emelkedik, tehát nagyon-nagyon kiemelt pozícióban van ebben a képletben. Tehát én azt gondolom, hogy remény az van, de hát majd meglátjuk, nem tudom. Tehát ez abszolút kétesélyes, és ebből is látszik az, hogy nem igazán tudjuk mindig megmondani, hogy valami hogy lesz. Egyszerűen azért, mert több dolognak az egybefüggő hatását baromi nehéz elemezni.
És néha, ne, néha tudjuk, néha nem, néha csak utólag jövünk rá, hogy valamit félrenéztünk, vagy másképp történt, és az embereknél pedig ugye a szabad lélek, szabad akarata dönt, tehát ott meg akár a hullámzások, a flow ellenében is cselekedhetünk, az más kérdés, hogy sokkal nehezebb. Na nézzük meg, hogy mi is ez a komplex fényszögkép. Először is van egy gyönyörű változó keresztkvadrátunk, aszcendens Neptunusz, deszcendens MCIC, tehát a fő a kardinális pontok, de a maga a kvadrát, a kereszt kvadrát, az változó. Tehát változást hoz. Érdekes, mert a kereszt kvadrátok azok a status quo-t erősítik, hogy nem mozdul semmi, szét akarunk feszülni azoktól az állásoktól, amik vannak. Tehát hatalmas feszültséget generál mindez, de ettől függetlenül mégiscsak a változó jegyek változást generálnak. Azok beindítják a változásokat. A téridő labilissá válik, ugye mondjuk, hogy labilis jegyek, de a változtató minőség is nagyon erőteljesen megjelenik ebben a keresztkvadrátban, annak ellenére, hogy tényleg szét akarja feszíteni a téridőt. Aztán van egy klasszikus trapéz, ami fejjel lefelé van, de remélem látni fogjátok, ugyanígy az aszcendens Neptunusz, deszcendens, és az Uránusz sötét hold együttállás és a Merkur. A belvilága ennek a klasszikus trapéznak két trigon, Neptunusz-Merkur trigon, ez egy tisztán látás, amit ki is tudok kommunikálni, Uránus sötét hold és deszcendens trigon, változtatni kéne ezen a háborús dolgon, akkor is, hogyha megátkoznak érte. Tehát nyilvánvalóan mi nagyon sokat fogunk tenni a békért, legalábbis reméljük. A trapéznak a teteje pedig, ugye a Merkur-Uránusz azért érdekes, mert a Merkur magasabb oktávja az Uránusz, ugye a Merkur a hétköznapi locsogás kommunikáció, az Uránusz pedig a bevilágszerű megvilágosodás, meg hát a változtatások, meg a káosz is, és pontosan ezt jelenti, hogy tessék elkezdeni tárgyalni, mi történt, mit csinált, ugye, mi volt a magyar vezetésnek az első mozzanata, amit csinált, elment Ukrajnába, és azt mondta, hogy tárgyaljatok. És nagyon érdekes volt a reakció, hogy teljes döbbenet, a FOS, a független objektív sajtó először nem tudta ezt mire vélni, lesajnálták, kiröhögték. Hát biztos megparancsolták neki, ez volt az egyik, a másik meg az volt, hogy ha, most jó pontokat akar szerezni, ez volt a másik. És úgy, hát, hogyha megnézzük, hogy ott azon a sajtótájékoztató, hogy méregették egymást, akkor hát ez nem volt, mit tudom én, békés, biztos. Tehát az egyik oldalon biztos ráparancsoltak, a másik oldalon jó pontokat akar szerezni, gyerekek, döntsétek már, hogy mit szeretnétek, jó? Én azt látom, hogy ez egy első lépés volt. Pontosan ennek a Merkur-Uránusz színpadnak, ez a teteje a színpadnak. A minősége, hogy itt villanásszerűen meg lehet villantani valamilyen értelmesebb dolgot. Maga ez a trapéz tehát igazából a kommunikációról, a tárgyalásról, a békítésről, az ellenfele kibékítéséről szól. Tök jó. Van egy sorsúlya is, ugyanehhez, ezekhez kapcsolódik, hogyha az MC-t hozzáveszünk. Igazság szerint ez egy bumeráng lehetne, de mivel az Uránusz fekete, most sötét hold olyan 26 fokon van, a Merkur olyan 27 fokon, az MCIC pedig 28 fokon, igazából nem záródnak, nem lesz ott egy kis angyalszárny, tehát hagyom, hogy sorsúlya legyen, mert az viszont záródik, és ugye ennek a sorsúlyának az apexe pont a jövő, az MC pontja, és akkor jön egy korona. Ha megfigyelitek, gyönyörű koronánk van, aszcendens Neptunusz az egyik sarok, deszcendens a másik, ez az egyik átlója ugye az abroncsnak, a Lilith Uranus opozíció. Az a másik, tehát így ez egy misztikus négyszög, amiből aztán így kialakul az abroncs, és mi a csúcsa ennek a koronának? Mi a korona dísze, ugye a csúcsdísz, az ékkő, ami ott van mindig a királyoknak ugye a homloka felett, a Merkur. Tehát a kommunikáció, a kapcsolatteremtés, ráadásul ez egy rák Merkur, tehát érzelemmel telített kommunikációról van szó. Ez tehát a téridő pillanat, nézzünk egy picit rá a transzcendens égitestekre, majd ezt a kagarát külön bemutatom nektek, mert majd a befejezéskor, tehát a december 31-i képletben is érdekes módon ott van. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a Neptunuszon csak a seát van ott, semmi más, ugye ez a Pegazusnak a bétája, az öngyilkosoknak a gyógyuló helye, a deszcendensen pedig ott van ez a kagara nevezető, nemrég elnevezett kentaur, majd rögtön ránézünk, hogy mit is jelent, mert az is nagyon érdekes egyébként a természeti erőknek a mozgatásához, tehát a tulajdonképpen természetvarázslás, természetmágiához kapcsolódik. Az MC-n ott van Ptah, Galahad, Varda és a galaktikus központ, ami számukra azért csodálatos, mert gyakorlatilag ugye a galaxis központja nyilas 27 fokon, onnan áramlik le a kozmikus energia. És mi, magyarok, a nyilas népe vagyunk, ezt sokszor említem, nem az ország, a nép. És nem, semmi közünk a szűzhöz, semmi közünk a skorpióhoz. Felejtsétek el,
Sokkal-sokkal régebbi ez a determináció, hogy mi a nyilas népe vagyunk, az összes éhfeszítő nép egyébként oda tartozik, mint az, hogy bármilyen önjelölt guru most elhatározza, hogy de az most nem így van. Az ország az elnevezhető másnap is. Nyilván egy ország képlet, az attól függ, hogy mikor megváltozik egy országnak az államformája, akkor lehet képletet csinálni, de ettől még, hogy a nép az nyilas, azt nem veheti el tőlünk senki. És most pontosan ezen a tejuti nyíláson, tehát a galaxis közepéből zúgog le ránk az energia, a jövő hivatás életcél karrier pontján keresztül. Ott van a Galahad a lovag, a Ptah, ugye az egyiptomiaknak a fazekas istene, aki a korongján megteremti az emberiséget, tehát valami új dolognak a teremtése is benne van. A Varda pedig Tolkien Silmarillion nevű regényében az egyik, ugye a Valarok királynője, aki a csillagokat teremti meg. Tehát ennél szebb MC-t nem is tudok elképzelni erre a téli idő pillanatra. Az icén ott van vulkánó, azért ott vannak a mélyben a vulkánkitörések, meg a hatalmas, hatalmas erők gyakorlatilag. Ez vagy a gyökereinkben van, hogy le kéne odáig mennünk, és meg kéne néznünk, hogy mi van a gyökereinkben, és ez az, ami egyre kevésbé jelenik meg, tehát egészen elképesztő az ostoba tudatlanság, ami az átlagembert mostanában jellemzi. És két álló, gyönyörű álló csillagunk, ugye a Betelgeuse és a Polaris, mind a kettő alfa csillag, a Polaris a jelenlegi sarcsillag, tehát a központ, ahonnan az Omphalos, a világ köldök, ugye, így is fel lehet fogni, tehát a köldök zsinór tekeredik le, és a Betelgeuse pedig az Orionnak az alfája, és ez az egyik legcsodálatosabb csillag, sikert és szerencsét biztosít, amit nem hátráltathat semmi. Az Uranus sötét hol léten pedig ott van egyrészt Ámor, tehát a szerelem istene, Lempó, aki a finn mitológiának az egyik hőse, tehát egy ilyen teremtés istenség, akit aztán a keresztény időkben abszolút démonizálnak. Lempó mindig azt jelenti, hogy van egy új korszak, és a régi korszaknak az isteneit az eliminálni kell, démonizálni kell, meg kell semmisíteni, hogy az új istenek erőre kapjanak, és uralkodhassanak. És ott az Algol, ugye a Perseusnak a bétája, ami az egyik legnegatívabbnak tartott csillag, és akkor megint sokszor elmondom, Paksi Zoltánt idézve, hogy csillag nem hozhat rosszat. A csillagok nem a naprendszer részei, nem az emberi minőség részei, tehát nem lehet őket elrontani, legfeljebb rosszul használni. Az Algol valóban egy baromi erős csillag, ugye maga a név az azt jelenti, hogy Algul, a démon, az arabok nevezték el démon csillagnak, mert ilyen egy kettős csillag, ami állandóan hunyorog, tehát és ha hunyorog, akkor nem mertek támadni. Minden esetre az Algol egy feminin beavató misztériumiskola, és a nagyon nehéz feminin életeknek a gyógyuló helye, és ez van most pont a sötét hold Uránusz együttálláson, ugye a sötét hold meg az átok magunkra vétele. Tehát az egész képet arról szól, hogy mi változtatni akarunk, Uránusz, az se érdekel bennünket, ha ezért megátkoztok, sötét hold, és Algol van erőnk hozzá, tehát van hozzá kellő erőnk. A Liliten pedig, ugye az aszteroida Liliten pedig ott van Hidalgo, a mexikai háborúnak az egyik hőse, és a Deukalion, ami ugye maga az égitest Prometheus fiáról van elnevezve, aki a feleségével együtt túléli az Zeus által keltett özönvizet. Tehát egyrészt a feladatra való kiválasztottságot, másrészt a túlélés szimbolizálja. Na most még egy érdekesség, mielőtt tovább megyünk. Nézzétek meg, ugye mindig a rózsaszín égitestek azok a retrográdak, az ilyen magenta égitestek, visszamegyünk ide, a legelejére, és nézzétek meg, hogy a látóhatár fölött csak retrográd cuccok vannak. A Lilit az ugye, tehát a fekete hold Lilit nem tud retrográd lenni, az csak előre tud venni, ez egy számított pont, ugye a föld hold ellipszisnek az üres gyújtópontja. És egyébként mindenütt retrográd égitestek vannak, tehát a felszínen egy csomó minden nem látható, mert befelé hat. Ezt csak azért mondom, mert tök érdekes, ugye, többek között egyébként az aszteroida Lilit is ilyen. Ez tehát a télidő pillanatunk. Amit még kigyűjtöttem itt nektek, hogy a fontosabb képletpontokon milyen transzcendens égitestek vannak, és majd itt jön a Mars, amit külön kiemelnék. Nézzétek meg, hogy a napon rengeteg minden van. Ugye a Nike a győzelem eufóriájának istennője. Neftis, ez érdekes, mert ugye Szétnek a felesége, és általában akkor prominens a Neftis, amikor pontosan tudom, hogy egy rohadt gazember a férjem, de szeretem, hűséges vagyok hozzá, és elköteleződöm mellette, és kiállok mellette. Ez nagyon érdekes. Gondoljátok végig, hogy ez vajon mit jelentett. Apophis a
az egyiptomiaknál ugye a napot elnyelő kígyó, tehát a kataklizma, tehát a teljes sötétség, Atroposz, az a párka, aki elvágja az életvonalát, ketté vágja, Plutó a másik párka, aki meg megsodorja az életvonalakat, tehát el lehet vágni valamit, és újra lehet valamit kezdeni. Csodálatos, szerintem gyönyörű. És a két álló csillagunk, ugye az Alhéna és a Mepsuta, amiről tök hosszan beszéltem nektek, úgyhogy ezt most nem fogom, majd beteszem a leírásba hogy hívják ott a leír, tehát ezeket azt is, amikor a Lilith ugye jegyet vált, annak a linkjét is, és a két fontos állócsillag, ugye július 1-én és 2-án állt a nap teljesen egy vonalba ezekkel, hogyha még egyszer meg akarjátok nézni, akkor lehet. És akkor, igen, a Jupiteren ott van Orpheus, tehát az alvilágba lemenő, hitveset kereső valaki, tehát aki a poklot is megjárja, ugye, mi is a poklokat fogjuk most megjárni, csak ugye valamilyen eredményt érjünk el. A Szaturnuszon ott van Nessus, nem mondom el a mitológiáját, mert százszor elmondtam már, ugye ez annyi, hogy a halálos méreg, az ondó és a vér, ugye a két utóbbi a legpotensebb varázsszer, hogyha összekeverjük őket, és ugye a halálos méreg pedig megszabadít az élettől, de itt ugye Herkules szabadította meg a fájdalomtól, és tulajdonképpen a Héra ellenébeni átoktól. A deszendensen Szófia van ott, tehát a bölcsesség, ez nekünk remek, és a zéró, tehát eliminálni az ellenséget, és az alkait pedig a nagymedvének az étája, az egész nagymedve csillagkép, tulajdonképpen az Istennőhöz kötődik, és a tanulásról szól, különböző, tehát a kataklizma utáni új helyzetnek a tanulásáról, mindegyik csillag erről szól bizonyos fokig. Az MC-n ott van Táh és Galahad, de ugye azt bővebben is megnéztük már, mindegy. És a többit azt tulajdonképpen elmondtam. Egy dologot nem mondtam még el, az, hogy a Mars, ami Bika 15 fok 54-en van, tehát már éppen elhagyta azt a két csillagot, ami szintén nagyon prominens szokott lenni, ilyen Bika 14. fokán, ugye az Almach és a Menkár, ez most egy picit már tovább lépett, hiszen a Marsnak az átlagos haladási sebessége fél fok, tehát 2-3 napon belül kimegy minden álló csillagállásból. Viszont a Pax van ott. A Héra is ott van, a Héra ugye a feleség archetípus, Junónak az egyik verziója, egy kisebb aszteroida, de a Pax pedig a béke. És az, hogy a Mars a bikában van, tehát rangvesztett helyzetben van, az ráadásul ugye a paraszt, vagy a Pax-szal együtt, az nagyon, hogy mondjam, azt mutatja meg, hogy valószínűleg ebben a 6 hónapban fordulhatnak a dolgok. Nem lesz még béke, mint ilyen, de elindulhat valami fajta béketárgyalás. A háborús retorika talán egy picit visszaszorul. Volt már ilyen, gyerekek. Nagyon érdekes, még mielőtt a Macron elkezdte volna februárban ezt a hihetetlen háborús retorikát, előtte már majdnem volt egy megegyezés, csak aztán a globális, ugye, háttérhatalom bejött, és azt mondta, hogy na jó, tudjátok mikor, nekünk még kell egy kis pénzt keresni, ezen folytatjuk, és akkor a Macron jó, ugye kis diákként, kifogástalan globális pedigrével rendelkező emberként be is dobta magát, és el is kezdte az egészet, bele is bukott, hál' Istennek, most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a franciáknál. Na, egyébként még egy zárójel, ez majd a vége lesz a képletnek, az a zárójel, hogy nagyon érdekes számomra azt látni, hogy tulajdonképpen 34%-ot szerzett ugye Marine Le Pen, tehát a Nemzeti Tömörülés, a jobb oldal, fogalmazunk így, az nem jobb oldal, egy patrióta csoport. 30%-ot az Egyesült Baloldal, közte az a Mélenchon, aki egy 73 éves tőzsgyökeres kommunista vénember. És ezzel szemben, és a globális lapok, azok inkább mellé állnak, tehát többenet, tényleg döbbenet, hogy a patriótákat kiáltják ki náciknak, és a kommunistákat meg felmagasztalják. Azért ezen gondolkozzatok el, és abszolút elképzelhető, hogy tényleg ők nyomulnak be, mert hogyha megkötik ezeket az egyezményeket, ugye ez a csak egy maradhat, ismerjük ezt nálunk is, akkor abszolút elképzelhető, de nagyon érdekes, tehát nagyon érdekes folyamatok zajlanak le. Na, itt van a magyar elnökség vége, december 31-én, 23 óra 59 perc, 59 másodperckor van vége. Felhívom a figyelmeteket, hogy ez egy ív másodperccel a január 1-i képlet előtt van. Tehát ezt felfoghatjuk majd a január 1-i képlet indító energiájának is, ez nagyon-nagyon lényeges. És ugye azt látjuk, hogy a mérleg emelkedik mint mindig, hiszen ez egy éjféli képlet, egy december 31-i éjféli képlet, és nézzük meg ennek a képletnek a főbb mozgatórugóit. Hát az első, ugye, ami a legeslegfontosabb az,
hogy ő együtt áll a nap a Pallas Athénével az egyik oldalán, és a Lilittel a másik oldalán. Talán emlékeztek rá, hogy ez a Lilith-Pallas Athéné konjunkció hetekig, sőt hónapokig nagyon fontos volt, és mondtam, hogy két okos, önálló, senkihez sem tartozó, erős nő szövetkezik. Hát ez érdekes, mert ugye a világpolitikát megnézzük, akkor ez Marine Le Pen, és hogy hívják az olasz miniszterelnököt, csak tudom, na mindegy, Meloni. Giorgia Meloni, akik utálják egymást egyébként, de most, mint ugye meg kellene békélniük egymással, de teljesen mindegy, nem kell szereplőket tenni ezekhez. Ugye Lilith a lázadás az igazságtalanság ellen, tehát igen, azt gondolom, hogy az időszak végére Európa fel tud lázadni, Európa népei mindenképpen fel tudnak lázadni, méghozzá Pallas Athéné bölcsen, okosan, tehát reménykedjünk, hogy ez a végkifejlet lesz. Azt láthatjuk egyébként, hogy a holcsomópontok a nulladik fokra érkeztek. Ugye a holcsomópontok mindig hátrálnak, másfél évig vannak nagyjából egy jegyben, tehát majd a 2025-ös évben váltanak jegyet, és kerülnek ugye a szűz halak, hogy hívják be, át, tehát visszahátrálnak oda, de egyelőre most még a kos mérleg nulladik fokán vannak, tehát elképesztően erősek. Ugye a kardinális jegyeknek a nulladik foka mindig a legerősebb indító erőt jelenti, tehát még mindig ott van, tehát kapunk egy hatalmas nagy megerősítést, hogy tessék megtanulni harcolni. Kos, felszálló, ugye? Ami ráadásul a Neptunusszal együtt áll, a Neptunusz az visszahátrált olyan 28 foknyira a halakba, és most már megint előre megy, és lesz ott is egy konjunkció nem sokára újra. És akkor ott van egyéb, vagy nem újra, hanem először, bocsánat, mert ez még nem volt, és akkor ott van a leszálló olcsomó a mérleg nulladik fokán, az a bizonyos szupergalaktikus központ, ugye, talán emlékeztek rá, az soha semmi nem elegendő dilemmái, és az Eris együtt áll a Vertex-el, itt láthatjátok, hogy az Eris Chiron együttás éppen megint tág, de a Chiron megint be fogja érni az Eris természetesen. Azért mondtam, hogy ez egy háromszoros együttállás lesz, és majd a 2025-ös évben is megismétlődik természetesen. És viszont az a tény, hogy az Eris a drasztikusan változó külső körülmények kentaurja együtt áll a Vertex-el, az irányíthatatlan folyamatoknak a jelölőjével, és mindezt a hetes házban, ugye az ellenségek és szövetségek házában. Ez két eseményt vetít előre, hogy a háború igenis folytatódni fog az erőfeszítések ellenére. Méghozzá a sodródás is benne van, hogy ugye, mert a vertex egy érdekes pont, azért irányíthatatlan folyamatok, mert olyan úgy működik, mint egy örvény. Ugye mit mondanak az okosok, hogyha az örvény elkapja a lábadat, engedd, hogy lehúzzon, egészen a padlóig, ugye a folyó padlóig, és akkor onnan el tudsz kelni, ott el fog engedni. Ha megkapározol, akkor belefulladsz, mert nem tudsz ellene tenni semmit. Na körülbelül ezt mutatja ez, tehát hogy azt gondolom, hogy abszolút benne van a pakliban az, hogy tovább futnak, mint a Tom és Jerry, ugye mikor a Tom a levegőben fut, és nem veszi észre, hogy ott nincs már alatt a talaj, de sajnos ez a sodródás benne van a téridő pillanatban. De bennünket ugye az érdekel, hogy nekünk magyaroknak mit hoz, és ez a mérleg, ami mondom még egyszer, december 31-ig mindig mérleg aszcendensed van éjfélkor, ugye január 1-én is, és az első házba kerül, nézzétek meg a fekete hollilit, bátor, becsületes, helytállás, tisztesség, a Vesta, a fókuszáló képesség, és a sötét hold pedig már inkább a kettes háznak a csúcsán van, illetve a tízes házba kerül a Mars, ami retrográd, és az oroszlánban van. És hát megint van egy koronánk. Nézzük is meg ezt a koronát egy picit bővebben. Ja nem, először a kagarát akartam nektek megmutatni, bocsánat. Igen, ez egy, a kagara, egy, erről még, hát már említettem, de ennyire mélységében talán még nem volt szó. Egy TNO, ami azt jelenti, ugye, hogy a Kuiper-övnek a tulajdonképpen a középső, vagy külső Kuiper-övbe tartozik, 290 év a keringési ideje. Ez egy bináris égitest, látjátok, ez a kagara és a holdja, majdnem akkora, mint ő, Haunu a holdnak a neve, és maga a mitológia, amihez kapcsolódik, ez a dél-afrikai Xtlamb népcsoportnak a mitológiai hőse, és a sógorával egy hatalmas csatát vívnak azért, hogy kiszabadítsák a feleségét valahonnan. Az elemeket hívják segítségül, méghozzá a szeleket, ugye a villámlást, az özönvízszerű esőzést. Tehát tulajdonképpen az asztrológiai értelmezése az a természet mágiához kapcsolódik, és az elemek uralásához, és azt a mottót adtam neki, hogy a természet erejével bárkit legyőzök. Na most ez azért érdekes, mert a kagara mind a két képletben prominens volt, ugye, ezt nem is mondtam el nektek végül is, nem mondtam el, jó, mindegy, kicsit megint lejjebb mentünk egyel, nem baj, visszamegyünk ide.
Ugye emlékeztek rá, hogy a július 1-i képletben a kagara az a deszcendensen volt. És akkor nézzük meg, hogy mi van ezen a december 31-i koronán, és megint a leszállót nem írtam ide, mindegy, mindegy, teljesen mindegy, nem írtam ide, nektek lett több mindegy. Nézzük a Marsot, ami retrográd az oroszlánban. Ugye ott van az Asztaropé. A Plutón ott van Ptah, vagyis a fazekaskorongos, ugye, tehát aki megteremti az új emberiséget, Asklépiusz, a gyógyulás, és még mindig ott van az Altair, ugye a sasnak az alfája. A Szednán ott van Pelion, az élethegy, amit meg kell vászni, a Mors Somnus, mondtam nektek, hogy jönni fog az új COVID, vagy valami más, már beszélnek róla, már most beszélnek róla, most itt megjósolom nektek, utálok jósolni, de mindegy, hogy valamikor szeptember-októberben ez egy full-blown, hatalmas járvány lesz, ami iszonyú veszélyes. Megint oltakozni kell, megint maszkot kell hordani. Ezt azért csinálják, hogy bedöntsék az Amerikai Egyesült Államokban a választást, el lehessen megint csalni, meg egyáltalán bennünket cseszegessenek, agressziósztassanak, mert már megint túl szabadok vagyunk, és túl nagy a pofánk. De ott lesz, higgyétek el. Viszont a Szednán ott van a plejádok is, ott is lesz még a következő 2 évben az istenő lakhelye, tehát istenői energiákat lehet a változtatásokhoz eszközölni, vagy segítségül hívni. A leszálló holcsomó ott van Klotó, Diomédesz, Klotó ugye a középső pár, vagy az első párka, bocsánat, aki megsodorja az életvonalát. Klotó is prominens volt ugye a kezdetkor. Diomédész, ugye, aki többféle Diomédész van a görögöknél, az egyik például ugye a trákoknak a király, akinek emberevő lovai vannak, a másik pedig ugye a trójai háború egyik hőse. Tehát mindenképpen egy harcos archetípus, és a kagara, amiről mondom, az előbb mutattam, hogy természetmágia kapcsolódik hozzá, és a szupergalaktikus központ a soha semmi nem elegendő. Itt volt ugye a Lilit, a fekete hold Lilit a kezdetkor, tehát az időszak kezdetekor. Hogy hívják, on pedig a felszállón pedig ott van Laokon, emlékeztek rá, Laokon volt az a trójai, aki szólt, hogy ne engedjétek be a görögöknek az ajándékát, nehogy bevigyétek, a görögöknek nem szabad hinni, azok csak becsaptak bennünket, és ugye őt is, meg a fiait is a tengerből előbújó kígyó, vagy szörnyeteg elpusztítja, tehát Poszeidon így bosszulja meg Laokonnak az igazságát. Nagyon érdekes ez is. És a Manwë pedig, hogy hívják, a Valaroknak a királya, Silmarillion című könyvben, ugye a Tolkiennek az egyik könyve, és Manwë szintén ugye egy hatalmas nagy erővel rendelkező király tulajdonképpen, ugye érdekes, mert Vardának a férje, tehát Manwë is Varda férj és feleség. És megint az egyik képletben, a másik meg a másikban prominens. Illetve a Deneb Kaitos, a béta cetje van még itt. Maga a cet csillagkép az egy olyan területen van az égbolton, ahol van egy hiátus. Ugye a kos csillagai éppen befejeződnek, a bika csillagai meg még nem kezdődnek el, és van köztük egy ilyen feketesség, egy küszöbtér, és ilyenkor az alatta lévő égi, vagy, hogy hívják, fényábra veszi át tulajdonképpen az áthidaló szerepet, és ez maga a cet, és ez tulajdonképpen a tudatalattiból kibukkanó dolgok, tehát a tudatalattinak a felszíne hozatala, az alfa és a béta csillag mindenképpen ehhez kapcsolódik. Hát így néz ki ez a korona, tehát megint volt egy koronánk, nem érdekes? És akkor nézzük meg, hogy mi is ez a korona, tehát itt van, mert nekünk van egy koronánk, drágáink. Tehát ezt azért ne felejtsük el, ugye? 3 korona van itt, közte a Szent Korona természetesen a lényeg, hogy az egyetlen beavató koronával rendelkezünk, ezen azért el kéne gondolkodnotok, és ennek a koronának a tanúsága szerint nekünk az a dolgunk, hogy gyógyítsunk. Hiszen Szent Kozma és Damján Zománc képe ezt bizonyítja, hogy nem, tehát, hogy nem úgy kell uralkodni, hogy meghódítjuk, elvesszük másét, hanem úgy, hogy meggyógyítjuk az emberiséget. Ez a magyaroknak a feladata. És ebben a fél évben erre lehetőséget kapunk, annak ellenére, hogy iszonyatos erők fognak szövetkezni ellenünk, és egyáltalán nem biztos, hogy sikerül a békéig eljutnunk, de mindesetre meg tudjuk tenni az erőfeszítést. A kezdetekkor ez a korona lefelé mutat, nézzétek meg, hiszen a koronának a csúcs része, a Merkur, az ugye lefelé, a látóhatár felé, lefelé mutat. És ugye itt a főtengely, az aszcendens-deszcendens az egyik ugye átló, ami azt mutatja meg, hogy nagyon sok minden múlik rajtunk, aszcendens, meg az ellenségeinken, meg a szövetségeinken, deszcendens.
És hogyha megnézed, ugye a december 31-i koronát, ami még egyszer mondom, majd a január 1-i képletben ugyanígy lesz, hiszen ez egy év másodperccel fejeződik be előtte, mielőtt az új évvel kezdődik, az új naptári év, tehát a polgári év. Kutyasztásra kezdődik akkor, de mégiscsak lapoztak az angyalkák, úgyhogy mást fogunk írni 2025-öt. De itt még december 31-én 2024-et írunk, és itt van vége ugye a magyar elnökségnek. És nézd meg, ugyanígy van egy csodálatos koronánk, aminek a tengelyét egyébként a holcsomók adják egyik részről, másik részről a Mars-Plutó pozíció, ami egyébként egy nagyon durva opozíció. Tehát az egyik legdurvább fényszög ugye a Mars-Plutó nehéz fényszögek, és ha ez nem lenne benne egy ilyen koronába, akkor azt mondanám, hogy ez bizony egy erőszak fényszög, vigyázzatok. Csak hogy itt a Mars ugye retrográd, vele szemben a Plutó sokkal inkább az erő, a hatalom és a transformáció bolygója. Ugye itt mindig azt jelenti, hogy a Mars az nyílkritakkal játszik, a Plutó viszont inkább fal mellék és inkább a háttérből, tehát ez a valódi nyílt harc és a háttérhatalom harca így is föl lehet fogni, ami abszolút sorszerű, hiszen benne van egy misztikus négyzetben a holcsomókkal, és mi van ennek a koronának a csúcsán? A Sedna, a szétdarabolódás általi teremtés kentaúgya. Azt szoktuk ugye mondani, hogy szed szét az életem nem működő részeit, és ragd össze, dobált ki mindazt, ami nem működik, és ragd össze valamilyen működőképes egészé. Tehát a két korona az, ami megkoronázza ezt a fél évet, azt gondolom. Az egyik koronának a csúcsán ott van Merkur, tárgyalni kell, beszélni kell, el kell mondani az igazságot. Ahogy Bogár Laci bácsi sokszor mondta, ugye bátorság, becsület, tisztesség, helytállás, tudás, ezek kellenének ahhoz. És milyen érdekes, ezek csupa a fekete holdinit attribútumok. Ahhoz, tehát azt, hogy javuljon a helyzetünk, és egyáltalán nem csak nekünk magyaroknak, hanem az európaiaknak, meg az embereknek, úgy általában a Földön, az egyáltalán azt kéne, hogy el tudjuk beszélni, hogy mi történik velünk, és hogy legyen bátorságunk ehhez, meg legyen tudásunk ehhez. És azt gondolom, hogy ez az a két korona, ami talán reményt ad, hogy lesz hozzá bátorságunk, becsületünk. És ugye a legvégén a korona, azzal a Sednával a csúcsdíszen, pedig azt sugallja, hogy talán megindul valami fajta olyan változás, ami létrehozza tényleg a népek Európáját, és a franc akar egy globalista cuccban élni. Hát gondolkozzatok el, tehát az egész azért van, mert be akarják gyűrni ugye Európát, tehát azt akarják, hogy legyen egy ilyen Európai Egyesült Államok, mert hogy onnantól kezdve aztán ugye azt lehet, hogy Amerikával egyesíteni, és akkor lesz egy ilyen nagy világkormány, és az majd eldöntötte, mit eszel, hova mész és mikor gyaralni, milyen autót használsz, használhatsz egyáltalán autót, hányszor veszel ruhát életedben. Ez történik már Európa nagyvárosaiban. Nézzétek meg, német társas házaknál közösen vesznek egy porszívót, és aztán használják közösen. Most, hát mi ezt megpróbáltuk a kommunizmusban, hogy milyen az, amikor a házkezelőségnek van egy darab púrógépe mondjuk, és akkor azt mondjuk gipsziak a rögtön elrontja, vagy ellopja, és akkor nincs, de kapni meg nem lehet egyébként. Tehát ez sehova nem vezet, ez egy totális zsákutca. És mondom, az az érzésem, tehát hogyha az embereket szabadon hagyják, ha például a parasztok, amikor a parasztokat hagyták szabadon működni, akkor azok a háztáiban megteremeltek mindent, amire szükségük volt. Magyarország éppen ezért soha nem éhezett, soha. A legdurvább időszakban sem, a padlás lepsőpréseknél persze igen, de azt a hál' Istennek nem tartott nagyon sokáig, bár nagyon sok kulák, idézőjelve kulák a áldozatul esett, de ez sehova nem vezet. Tehát amikor az emberiséget megpróbálják beszorítani egy ilyen semmibe, akkor gyakorlatilag semmi nem történik hosszú ideig, és aztán az emberek fellázadnak, mert ez nem emberi működés. És talán ez a fél év, ez segít bennünket abban, hogy megértessük a világgal, hogy mit szeretnénk, hogy mi lenne az emberi működés, és hogy ehhez lehet kérni a Szent Korona áldását, ebben biztos vagyok. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ne kötek egy velem, mert azonnal letiltalak, kezdem elveszíteni a türelmemet a kreténekkel, meg a szemetekkel szemben. Nem kell megnézni, nem kell engem választani, ha viszont engem választasz, akkor megköszönöm, és hogyha nyomsz egy lájkot, vagy küldesz egy szívecskét, az különösen. Sziasztok, legyetek jók, tartsátok szárazon a puskaport, és nyaraljatok jól!